Békés Csaba élővíz csatorna partja. Nagy Gyula nyugalmazott gyógypedagógus feleségével sétál. Sok év közös élménye, tapasztalata van ezekben a lépésekben. Nem csak a családi életben, a logopédiában is együtt dolgoztak, még nyugdíjas éveikben is. Nagy Gyula az Esélypedagógiai Központ jogelőd intézményének vezetője volt 19 évig, 1995-ös nyugdíjazásáig. A korszerű gyógypedagógiai nevelés-oktatás megvalósításának elkötelezett képviselője. Dolgozó szobájában most is büszkén mutatja azokat a tanulmányokat, programokat, amelyek egykor reformját indították el az általa fontosnak tartott folyamatnak. Hivatásának és a feltörekvő tanárgenerációknak példaképévé vált. Munkássága, szellemisége országos szinten iránymutató. Az 50 éves évfordulón az utódom mondta, hogy a közönségnek, hogy éltük a magunk boldog, könnyű kis városi életét, aztán jött Gyula, és fenekestől fölforgatta a világot. Számos hazai és külföldi iskola vette át az általa kifejlesztett úgynevezett egyéni fejlesztésen alapuló programot. Megszervezték a szakképzés bevezetését a sérült gyermekek oktatásába. A gyógypedagógia valamikor az egy nagy-nagy család volt. Egymást nagyon tudtuk segíteni. Az értelmi fogyatékosok, siketek és nagyot hallók érdekvédelmi szervezeteiben is aktív szerepet vállalt. Logopédiai tudását a színészképzésben is kamatoztatta. Hogy mi vezette erre az útra? Édesanyja árva volt. Én is folyton lelences voltam. Hol itt, hol ott, hol amott. Többek között sérült emberek is voltak nevelőszülei. Általános iskolai osztályfőnökének képe a mai napig lakása falát díszíti, Nagy Matild néni annyira meghatározó példa volt számára. Ebből a sorsból táplálkozott Nagy Gyula folytonos segíteni akarása. Ahogy nőttem, megszületett bennem egy elhatározás, én gyermekorvos leszek. Ácsinas lettem. Később leérettségizett, egy évig orvostan hallgató volt, de rájött, ez mégsem neki való. Rájöttem, hogy én nem lehetek. Belőlem nem lesz orvos, mert találok egy beteg gyereket, akkor sírva fakadok. Több kitüntetést, szakmai elismerést is kapott, és sok olyan emléket őriz szeretettel, amelyeket tanítványai adtak neki. Az átlagtól eltérő fejlődésmenetű gyermekekért végzett áldozatos nevelőoktató munkájáért méltán veheti át az elnöki elismerést.